Eger városában már javában zajlik a készülődés. A feldíszített utcák jelzik, hamarosan itt a karácsony. Az egri játékosoknak azonban még volt egy kis dolguk, hiszen a MOLPIK Szeged érkezett vendégségbe a Kemény Ferenc sportcsarnokba. Amilyen jól mozgott Roli a bemelegítés alatt, olyannyira jól kezdett Mirko Alilovics a kapuban. This was important match, I think, important. Fontos mérkőzés volt ez, egy fontos győzelem. Ráadásul nagy különbséggel tudtunk nyerni. Eléggé idegőrlő volt az elmúlt pár hónap, de már majdnem mindenki egészséges, és újra együtt lehet a csapat szinte teljes létszámmal. Egyre inkább formába lendülünk, kicsit kár, hogy pont itt az évvégi szünet, de minél több időt töltünk újra együtt, annál jobb lesz a játék is. A mérkőzés hamar eldőlt, így fiataljaink is sok lehetőséget kaptak. Az elejére szomorú vagyok, mert nem jól kezdtem a mérkőzést, kimaradtak az ittszerek. Szerencsétlen voltam, úgymond, mert kapufára pattant minden. Utána úgy érzem, sikerült kicsit összeszednem magam, és utána be tudtam lődözni, de nagyon jól esett végre ennyit játszani. El is fáradtam rendesen. Próbálok minél több dolgot összerakni a fejembe, hogy mit, hogy kell csinálni, berögzíteni, és akkor automatikusan jönnek ezek a dolgok, és akkor nem maradjak le úgy a labdákról, meg ezekről a szituációkról, amik itt megtörténtek. Amikor már úgy összeszedtem meg kicsit magam, ott már nagyon élveztem egy cset, szerintem jól játszottunk nagyon, Mirko eszméletlen jól védett a kapuba, hál' Istennek, és szerintem tudtunk rengeteget gyakorolni. Szeretném megköszönni a mesternek a lehetőséget. Úgy gondolom, hogy jól tudtam beszállni a mérkőzésbe. Kicsit nekem is kellett idő, hogy bemelegedjek, hisz nagyon hideg volt a csarnokba, de úgy gondolom, hogy sikerült megoldanom a rám hárított feladatot. Juan Carlos Pastor szokásához híven nagy előny birtokában is 1000 fokon égett a kispad mellett. Addig jó, ameddig foglalkozik velünk. Hogyha már csöndben marad, nem mond nekünk semmit, akkor tudjuk, hogy már baj van. De úgy gondolom, hogy így tud minket is a meccsben tartani, így tud minket feltüzelni, és úgy gondolom, hogy ez mindig kifizetődik.